Ismét a focipályákra kanyarodunk, még hazá irány Brazília. vendégünk egy magyar-brazil hídember, ahogy magát nevezi, aki a labdarúgás dél-amerikai nagyhatalmában született, már ismeri a brazil futballkultúrát, labdarúgóedző, oktató, meg világjáró is. Becht Gábor segít be be belepillantani a brazil foci őserejű őserdeivel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gábor, hogyan lesz valaki magyarként brazil futballedző, oktató? Hát csak javítanom kell, hogy én Törökországban születtem, de négy éves koromban vándoroltam Krióban, Brazíliában, hogy a szüleimmel, és hát ott nőttem fel, ez nekem a befogadó hazám. Magyarországot nem is ismertem, de szüleimtől magyarnak neveltek. Édesapám ugye tornatanár volt, 36-os olimpikon oktató is volt a vívásban. Hát abban nőttem fel. Ugye magyar kolóniában éltem, de brazilul nőttem fel, külön amerikai iskolában, nemzetközi iskolában és ez nekem bele beidegződött, én avval kezdtem, hogy lab fociztam végig. És egész életemben a fő tulajdonképpen nem az volt, hanem mindenféle, nyelvész vagyok ma, mindenféle más kulturákba itt jártam, Amerikában jártam egyetemen, de az mindig bennem volt. És az a lényeg, azért vagyok, én nagyon szerencsésnek érzem magamat, mert nem vagyok, én nem tartom magamat idősnek, de fiatal se vagyok, hogy abban a korban éltem, mikor én láttam puskásékat, mikor jártak ott a Honvéddel, 57-ben az a nem hivatalos túrán, ott meg is már kis tíz évesen ott voltam Puskás lében, ott ültem is a Grosics Gyula bácsi mellett. Azt éltem azt a magyar focit abban az időben, azt láttam. Láttam Pele Kibontakozását, az egészet, az, az mind végig az öt világbajnokságot. Ő az, aki azt mondta, hogy nem lesz új pele, mert hogy édesapám is édesanyám bezárta a gyárat. Hát, uh -huh. hát én is valahogy, én, én nekem a, a világon ő az első, amúgy is, szóval ez De lehetne erről is órákig beszélni, őt ki a legjobb. De az a lényeg, hogy ez nagyon érdekes, hogy azt éltem át, ugye persze láttam a magyar focénak a a aranykorát is, akkor messzire láttam a hanyatlását és is, és most ott vagyunk ma. Uh -huh. És én az az érdekes, hogy máma fiatalabb brazilokat megkérdezem, hogy ismerik a magyar focit, mondtam, hogy á, puskás. Szóval az az érdekes, az a különbség most itt is ott között, hogy ottan a, a hagyományaikat továbbra is ápolják. A leg persze Pele, meg Garinsa, meg még idősebbeket is. Csak valahogy ez benne maradt, ez a foci öröm, az a, és magától fejlődött így tovább a brazil stílus. És én igen. Szóval Na ez az, erre vagyok kíváncsi, hogy, hogy ez a brazil stílus, ennek a fejlődése, amely folyamat nálunk a tradíció megreket, megakadt, válságba került. Szóval, hogy, hogy ez oktatás kérdése, vagy pedig részben a génekben is tovább adódik, de hát meg lehet szakítani azért a folyamatot, mint ezt látjuk néhány országban. Ez nagyon érdekes kérdés. É, szóval visszatérve arra, amit mondtam, azért, mert Brazíliában mindenféle más nép járt és is, is focisták, de valahogy a mai napig, én kérdeztem idősebb braziloktól, hát a magyar foci. Ugye régen, a 50-es években a, a magyarok játszották, a, Brazi, a Európa braziljai voltak. Vagyis 50-es években már ugye még akkor, még az édesapám sok cikket írt arról, hogy a brazil focival, mert ő nem volt labdarúg, de látta, hogy ott van a tehetség a génekben, és ott van a fekete-fehér indián raj, fajok keveréke. A, és az volt az érdekes, hogy arra jöttem rá, hogy a magyar-brazil kultúra tízezer hát kilométer választ minket el, de olyan érdekes hasonlatosságai vannak, hogy a, az a zenében, az mégis paprikás zene, az, nem egy, az egy lelkes zene. A temperamentem a magyarnak, hát néha robbanékony, néha vulnerábis, is, de a Brazilban is az van. És mintha pedig a nyelv teljesen más, a kultúra teljesen más, ott 200 éve van szó, itt meg 1100 van, de valahogy testvérjességet leltek, és ezt ápolták, és akkor ők csodálkoznak, hogy most hova jutottunk itt mi, mint magyarok, mert magyar is vagyok, ugye? Szóval ott valahogy, és az az érdekes, hogy a oktatásról beszélni, és az az érdekes, és az, az ironikus, hogy például itt mindenféle európai országban itt is rengeteg oktatás van, licenszerzés van. Szóval fej, tudás. Uh -huh. Brazíliában arra jöttem rá, ez a Tadeo Gonçalves, a Brazil Football Institute dolgozom, aki Floridában van. És én megkérdeztem tőle, mert ugye a részleteket nem tudtam, tényleg nincs egy komoly licenszprogram program Brazíliában. Vagyis nincs az, hogy na most edz, a dunga például, még a kisgyerekét az óvodába se edzette. Annyi tapasztalata volt. És jó, mondhatjuk, hogy nem volt sikeres, de mégis benne van az ösztön, tudja, hogy mi ez a brazil stílus. A játékos ma abban nő föl. Nem lehet ezt nehezen leírni, de ezt ápolni kell. Abban, hogy az ember a hagyományét a gyerekeknek arról beszél, hogy mi van, és az úgy ösztönösen megtanulják a strandon, az utcán. És miért, itt ez valahogy az elmaradt? Miért tudnak, azt nézzük mert akkor lehet, hogy rájövünk a saját problémáinkra is, hogy miért tudnak az ösztönökön túl ennyire megragadni, ilyen expanzióban lenni a, a, a brazil futbolisták az egész világon? Európa hát, is, hát kinyitunk egy, egy bajnokok ligája, kelet-európai csapatot, gyakorlatilag tele van, tele van brazilokkal. Igen. Mi az alkalmazkodó képességnek a titka? Ja, ez, ez, nehéz, ha, ha, a palacba tudnám tenni és eladni, akkor most lennék. De itt arról van szó, hogy van egy bizonyos természet a braziloknak, és az is még, megint más a spanyol beszélő. Elsősorban az az öröm. Még ott, még a szegényeknél is lelé az ember, azt az örömmet. Én nem azt mondom, hogy szegény lennék, az nem örömt egy dolog, de valahogy benne van abban a bazilban az öröm. Öröm játszani, a labdát szereti, a labdával, ahogy mondják, Brazul, intimitása van. És ez, ez átárod, még a vereségnél is látszik, például nem lehet elképzelni, hogy egy vereség után itt valaki, vagy egy rossz eredmény után valaki mosolyogna, én nem is láttam. De valahogy az is előfordul, mint a Ronaldinho, mégis Kikapod, kikapott, nem tetszik neki, de valahogy mégis látszik valami benne, hogy azon túl esik. Szóval mindig visszapattanak. Azért van egy bizonyos uh, szívóság, amiről nem is, nem is lehet leírni, de van egy szívóság benne, ami tovább tartja. És persze a zene, szimpatikus emberek szeretik egymást, szeretik másokat, befogadóak. Azt hiszem nincs az az ország, ahol a magyarokat 56 után, már háború után is olyan szeretete befogadtak, és a, braz, a magyar is otthon őrizte magát, mert nagyon azonos volt az a temperamentum, az a szeretet. Hát elég csak Lénárt Sándort olvasni, igen. E, mennyire követi, figyeli a magyar focit? Most? Hát e, én ugye most Portland-Oregonban lakok, és ott van, mondjuk ott vagyok most már 35 éve, persze az az első, amikor bemegyek az irodába, hogy a, ugye a honlapot, a Nemzeti Sport, és a különféle hírportálok, és a brazil figyelem. De mondom, hogy persze nem vagyok itt, nem mondhatok részletek dolgokat, de én kim voltam a, a finn-magyar meccsen is, és, és akkor nézegettem a hétvégen, most itt vagyok még egy hetet, de az, nagyon döbbentem meg, hogy üresek a stadionok. Hát ez, ez, nem hihetetlen, mert a játékosok jó keresnek, és hát valahogy egy távolság van, ugye a közönség és a játékosok között. Vannak szurkolók, lelkesek, de nincs közösségépítés. Valahogy valami elmaradt. Uh -huh. Lehet, hogy ugye van gazdasági válság, az is van. Brazíliában is volt olyan, most éppen fellendülnek, de valahogy hiányzik valami, és részben talán az edzői kar azt elfelejtette, hogy mi a magyar hagyomány, azt hiszem, azt hiszem hogy azt elhanyagolták, az én véleményem. És, és akkor ez is megint az én véleményem, most utóbbi tudom, 25 év alatt kapkodnak mondjuk a, a nyugati európai stílusú másolásában, és pedig én, én szerintem, Sokféle válasz van erre a kérdésre, de nekem az a véleményem, hogy itten szerényen például a, a gyerekek között a futsal, az a futibaldi salon, amit Brazíliában és Urugvabajban találtak ki 40-es években, az az, az egyik ú kiút. Uh -huh. Tehát Vagyis az, 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 az ott, ott ellen. Ott én kéne kezdeni a képzést. Az. Uh -huh. Mert egy kis, sőt a futsal az most hivatalos FIFA uh, sport, már egy jó pár éve, de én tovább is játszom, a focit, brazilokkal játszok, meg van egy pár török is és hát mi kisebb, ott Amerikában nem annyira, ugye a foci nem annyian népszerű, milyen kosárlabda pályán játszunk, lehet az parket, beton, mindegy, és mi kapus nélkül is játszunk. Szóval ötöt ellen, az a kis térben, ösztönösen a térben játszani, találjon, tartani a labdát, ez egy nem patanos labda, én ott lelem mondjuk az egyik utat, a magyar utat, ha klubokban ez... ezt bevezetnék, uh -huh. Ez, ez ösztönösen lehet ebben játszani, a gyorsaság, mindenki vég mindenki támad. Uh -huh. Tehát ez volna az, ami most újra, újra közel tudna hozni minket egymáshoz, és az eredendően hasonló stílusokban mi is fel tudnak zárkózni. Igen, én szerintem igen. Egyébként, amit látott az utolsó kérdésem, mondjuk a válogatott meccsen, stílusban a magyar válogatottól. Én, no, hát 0 -0 volt persze, igen. jó, igaz, hogy nem volt tétmeccs. Nem ez meccs. volt a legjobb meccs, hát korán sem, mert nem, ez volt, igen. voltak jobbak. Én persze, én mindig az egyéniséget szoktam nézni, mert ugye már megszoktam, hogy az egészet nézni, és én feltétlenül, uh, hiányzott egy pár nagyon játékos, akik nekem nagyon tetszik, nekem a, a, Rudolf nagyon tetszik, de sajnos nem játszhatott. Nagyon, nagyon tehetséges játékos. Vannak tehetséges satárok is, Közép, és mikor hátrafelé megyünk, akkor már nem annyira. Szóval én azt láttam, én stílust, én, hát nem, nem akarom, hogy negatív, de én kicsit sablonos játékot láttam. Uh -huh. Vagyis nem láttam stílust. Nem láttam stílust, mert elmondhatnám, hogy ez ilyen vagy olyan stílus, nem Barcelona stílus, sem olyan. A Finnek persze az volt a probléma, hogy tényleg meglepet hogy a Finnek milyen erősen játszottak és mennyire védekeztek. Itt a, itt a dolog, hogy ott öt-hattal védekeztek, és annak mindig van egy megoldása, ahhoz türelem kell, a háttérnek beavatkozása, a térben mozgás, ez a barzak megoldják. Nem mindig, persze voltak kudarcok, de mégis öt világbajnokság után ott van, megoldják. Türelem, nem rohánják le az ellenséget vagy ellenfelet, hanem kivárják az alkalmakat is. Ez persze nem lehet tanítani csak úgy, de stílus lehet tanítani. És ehhez az a, arra kell ráállni, hogy, hogy tulajdonképpen keresjük a hagyományokban, a magyar hagyomány mi volt az, amit meg lehet menteni. Gábor, köszönöm szépen, hogy itt volt, és eljött hozzánk, tehát akkor stílus, tradíció, ami nagyon fontos az, hogy futszál, és tehát ez, alapok földön, és akkor innentől kezdve viszont meg kell találni a közönségnek és a játéknak egymást, igen, mert közönség, közönség igen, nélkül nincsen. Igen. Hát ez egy viszonylag világos modell volt, amit felvázolt, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm.